A diák olimpia versenyrendszerében 280 ezer 6 és 18 év közötti fiatal vesz részt 18 sportágban. A megyebeli sportolók 18 arany, 14 ezüst és 16 bronzérmet szereztek az országos döntőkben. A 48 éremből jó néhány a tanév utolsó fináléiban született. Mind összevont labdajátékokban, mind atlétikában, mind pedig a kisiskolák sportversenyében olyan eredményeket sikerült elérni az ország különböző tájain, amelyre nagyon büszkék vagyunk. És ez a sajtótájékoztató pontosan ezt a célt szolgálta most, hogy amellett, hogy erről említést tegyünk, meg is köszönjük azt a munkát, mint a diákoknak, mint pedig a felkészítő tanároknak, amelyet egész évben végeznek, és egy picit a vakációt is megkezdjük nekik ezzel a mostani alkalommal. Emellett az Agrárminisztériumban átadásra kerültek a jó tanuló, jó sportoló pályázatoknak a díjazása, a díjazottjai, és a megyéből 20 olyan gyerkőc kapott ebből az elismerésből, akik azt hiszem, hogy nem csak a sport terén, hanem a tanulás, a tudás megszerzése terén is nagyon komolyan hozzájárulnak, nem csak a Szűkepátriájuknak az elismertségéhez, hanem Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének az elismertségéhez is, és ezt mi, mint Megyei Diáksport Egyesület mindenképpen szerettük volna ezen a plénumon megköszönni. A nyíregyházi Móricz lányröplabdázói mind a harmadik, mind a negyedik kórcsoport döntője után dobogóra állhattak. Nagyon boldog vagyok, hiszen ez volt a cél, hogy mindenképpen a dobogó valamelyik fokát meg kell célozni, mert az elvégzett teljesítmények alapján a rengeteg nemzetközi megmérettetésekből kiszűrtük, hogy alkalmasak vagyunk rá, és ott a helyünk valamelyik dobogó fokon, aztán így alakult, hogy a harmadik kórcsoporttal sikerült megnyerni, ami a 16. aranyérmünket jelentette a Móricz Zsigmond iskola színeiben. A negyedik kórcsoporttal ezüstöt hoztunk, ami szintén nagyon jó eredménynek számít ebben az erős mezőnyben. A nyíregyházi Kodály tanulója, Szabó Hunor, új diák olimpiai csúccsal győzött a 600 méteres síkfutásban a győri döntőben. Ebben az évben ugye volt egy országos bajnoki címem atlétikából, azután ugyanezen a versenyen, csak másik számban összetettben lettem bronzérmes, és azután pedig még voltam egy nemzetközi versenyen is, ahol szintén első lettem. Ez azért kemény munka van a hátam mögött, de főleg itt a versenyszezonban volt több edzésem. Egyébként pedig nem vagyok igazolt sportoló, hanem iskolai szinten járok futni és úszni is. Szabó Hunor az aranyérem mellett a jó tanuló, jó sportoló címnek is örülhetett, amit rajta kívül még 19 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei fiatal vehetett át Budapesten.